Eloltották a lángokat Jász felső Szentgyörgyön, egy a Tabán utca és a Gyöngyvirág utca között lévő ikerházban. Hát a feleségem vette észre, hogy levágta a villanyórát, visszakapcsoltuk, pár másodperc is már égett a ház. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy az egyik épület lakhatatlanná vált, miután kiégett a nappali és teljesen leégett a tető, valamint egy 40 négyzetméteres faház. Elektromos zárlat kialakult, leégett sajnos az épületünk, mindenünk oda lett. Kisgyermekeket nevelünk, nem is egyet, háromat. Oda lett mindenünk. A másik házrészt alig érintette a tűz, csak minimálisan rongálódott meg a tetőszerkezet. Kigyulladt egy ikerház egyik nagyjából 25 négyzetméteres helyisége Jász felső Szentgyörgyön, a Tabán utcában. A lángok átterjedtek a lakás tetőszerkezetére, valamint egy mellette lévő könnyűszerkezetes építményre is. A tűzoltók, akik a helyszínre érkeztek, 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz nagyobb kárt tegyen az ikerház másik lakásának tetőszerkezetében. A tűzzel érintett lakásban élő 8 ember nem maradhatott otthonában, őket ideiglenesen rokonok szállásolták el. A Jászberényi és a Nagykátai hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.